Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő szív üzenete. Mit szeretne közölni veled, és hogyan teszi ezt meg, megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére ez a kártya utal. Itt vannak kihívások, támadások, neki védeni kell magát. Nincs benne most egy könnyű helyzetben. Lehet az is, hogy igazságtalanságok érik őt. Kihívások, támadások. Az ő gondolatára itt ez a kártya utal, és itt látható az egész világ, az lehet egy terv, egy gondolat, egy közös nyaralás, utazások, külföldi kapcsolatok. Itt látható négy szimbólum jelenti a tűz elemét, a víz elemét, a levegő elemét, a föld elemét, és jelenti a négy évszakot is, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, és ez a négy évszak az pontosan egy év. Tehát neki vannak tervei, amit egy éven belül szeretne megvalósítani. Az ő érzelmeire itt ez a kártya utal, és látható ez a belső harmónia, ez a kiegyensúlyozottság, mivel itt nála vannak még nehézségek, nem hiszem, hogy ő van ebben a nyugodt helyzetben, hanem te hadsz ki rá. És ha rád gondol, vagy van kapcsolat, akkor megtalálja ezt a belső nyugalmat. Bizonyára hallható a háttérben, hogy vihar van, dörög, villámlik, és itt Mallorca szigetén most nagyon hideg lett, olyan, mint amikor télen mi ezt átéltük, különleges, mert május végén már tulajdonképpen meleg szokott lenni, de jelenleg hideg van, hűvös van, esik az eső, dörög, villámlik, vihar van. És visszatérve a kártyákra, mi az, amit közölni akar veled? Itt a kelyheknél érzelmekről van szó, és az azt jelenti, hogy szeret téged, és bízik abban is, hogy te is szereted őt. Itt a 10-es szám utal majd egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik meg az életetekben. Ez az ő terve, és ezt közölni fogja veled. Mi az, amit szeretne közölni veled, de nem mondja ki? Itt vannak a titkok. Nem mondja el azt, hogy ő a kezébe veszi ezt a kardot. Eltávolodik bizonyos személyektől, hiszen elvágja ezeket a kapcsolatokat, vagy átteszi magát a félelmeken. Ez a kard azt is jelenti, hogy fontos döntéseket fog hozni. És hogy lát téged? Itt látható a mozgás, hogy előre mennek az események. Te lezártad a múltat, lesz egy új irány, de még nem látod, hogy hova érkezel. Emiatt még kicsit bizonytalan vagy. Ő így érzi ezt a bizonytalanságot, azt is, hogy te megváltoztál, lesz egy új irány, változnak a dolgok körülötted. Mi köt össze benneteket? Itt látható ez a lovas hintó, és ti ketten irányítjátok ezt. Akkor is, ha itt a képen ez a férfi látható, de itt ez a kártya azt mutatja, hogy nálad is lesznek döntések, és lesz egy új irány. És én úgy mondanám, itt előre mennek a dolgok, de az a fontos, hogy legyen egy közös terv, hogy közösen irányítsátok ezt a hintót, és legyenek döntések, hogy melyik irányba. És ha itt van egy jövő, van egy közös életút,
akkor pontosan ezek a változások várnak rátok. Itt a 10-es szám is jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik, és ez lehet egy közös életút. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.